Vizet mindenkinek, ez a mottója az idei Vízvilágnapjának. Az esemény előtt egy nappal rendeztek ünnepi előadó ülést a megyeháza dísztermében. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság vezetője megnyitójában kiemelte, hogy a megyek gazdag vizekben, feladatunk pedig, hogy ez a jövőben is így legyen. Az ilyen események is szükségesek ahhoz, hogy már a fiatalok figyelmét felhívják erre. Pályázatokat írtunk ki az alsó tagozatosoknak, óvodásoknak rajzpályázatot, felső tagozatosoknak szakmai pályázatot, és számos iskolában munkatársaink előadást tartanak a vízről a Vízvilágnapjához kapcsolódóan, és fontos, hogy ők ezzel a kérdéssel már fiatalkorban is foglalkozzanak, hiszen felnőttként máshogy fognak a vízhez viszonyulni. Megyénben az ár és belvíz, valamint az asszály egyaránt veszélyt jelent, jelenleg utóbbi okozza a legnagyobb problémát. Nagyon szárazak a mezőgazdasági területek, miután ilyen kevés víz rég volt a térségben. A szakmai napon az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője is előadást tartott, amelyben a vízgazdálkodás új kihívásairól beszélt. Ezekre összefogással igyekeznek válaszokat adni. Ebben nem vagyunk egyedül, mert szerencsére kormánydöntések is születtek erre, akár a Kassa-Jenő vízstratégiára gondolok, akár az öntözésfejlesztésre gondolok. Lesznek eszközeink ez például, hogy a vízpótló rendszereket bővítsük, több területen elérhetővé tegyük a vizet, és hát a számítástechnikát is szeretnénk segítségül hívni. Ma már sok munka megoldható digitális felületeken, amelyek könnyebbé teszik ezeket a megoldásokat. Gondolok itt az online asszály monitoring rendszer, amelyet elkezdtünk kiépíteni, és már több mint 70 állomás fog üzemelni az idei évben, vagy gondolok azokra a segédszámításokra, ami a felhasználóknak megkönnyítik a munkáját, akár az engedélyezési folyamatokban, akár annak a detektálásában, hogy mikor van szüksége vízre. Nem is gondolnánk, de átlagosan fejenként 160 liter vizet használunk fel naponta. Azonban nem mindenhol ilyen természetes ez. A megyei közgyűlés alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy éppen ezért minden nap legyünk tudatosak, gazdálkodjunk helyesen a vízzel. Maracsi Endre szerint egy olyan időszakot élünk, amelyben minden nap a Vízvilágnapja kell, hogy legyen. Az éghajlatváltozás és az ebből fakadó problémák, a globális felmelegedés az bizony nagyon komoly feladatokat szab ránk, és nagyon komoly problémákat kell megoldanunk, és a víz egyre inkább felértékelődik. Sokan mondják azt is már, hogy a víz és az arany között egyre inkább egyenlőségjelet kell tenni, sőt a víz lesz maga az aranya az elkövetkezendő évtizedekben, és ez bizony sajnos így van. És ezt már egyre inkább tapasztaljuk mi is a bőrünkön, annak ellenére, hogy mi egy kivételezett helyzetben vagyunk itt Európában, Magyarországon is, hiszen egy komoly vízkészlettel rendelkezünk, és nincsen mindennapi problémánk a vízzel, hiszen hogyha zuhanyozni, vécére menni akarunk, vagy hogyha csak a napi higiéniát akarjuk elvégezni, akkor ezt megtehetjük, holott a világ, nyugodtan mondhatjuk már egynegyed részében, ez egy, tényleg egy olyan mindennapi probléma, amellyel szembesülnek. Az egészséges ivóvízhez nem jutók száma ráadásul az előrejelzések szerint a jövőben nőni fog. Ezért fontos, hogy itt Magyarországon is foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. A március 22-i Vízvilágnapját egyébként 25 éve ünnepeljük a megyében. Pénteken is számos programmal várják az érdeklődőket.